Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Miért kell még várnod rá? Ezt megtekintjük most ennél a három kérdőjeles jóslásnál. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, és ezt most megtekintjük ennél a kirakásnál. Ez a kép ott fent utal az ő gondolataira. Itt látható egy szerelmes pár, ez a hölgy téged szimbolizál, és ez a férfi őt szimbolizálja. Megvan köztetek ez a kapcsolat. Mély érzelmekkel, hiszen erre utalnak a kelyhek. Mivel ez a kép utal az ő gondolataira, akkor az azt jelenti, hogy ő ennek tudatában van, és keresi a kapcsolatot veled, mert pontosan ez, amit ő tervez. A következő kártya utal az ő érzelmi világára. A 10-es szám ezen a képen utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik. Ezek az arany érmék összefüggésben állnak a föld elemével. És a föld eleme utal reális dolgokra. Ő úgy érzi, ez a párkapcsolat megvalósítható, vagy kettőtök között lesz egy ilyen új kezdet, és amit ez a kártya még mutat, hogy itt minden rendben van. Az anyagiak, a munka és a szerelem. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy mit közöl veled, és én is szeretnék valamit közölni. Kérhettek tőlem egy személyes jóslást, álnéven a díjam 3500 forint. Az információkat ott alul az infoboxban olvashatjátok. És most megtekintjük a harmadik kártyát, mit közöl veled. A videó elején feltettem azt a kérdést, miért kell még várnod rá, és ez a kép megadja a választ, és ő így lát téged. Lehet, hogy várakoztat is a hozzáállásod miatt. Ezen a képen a hölgy a kezében tart 4 érmét. Ez utalhat belső értékekre, utalhat a hozzáállására, utalhat a múltra is, és ez a hölgy úgy gondolja, ezt meg kellene tartania. De a valódi értékek nem a kezében vannak, hanem abban a kincses ládában, amin ül. Ott van a kulcs az ölében, tehát ki tudná nyitni, de ahhoz, hogy ki tudja nyitni ezt a kincses ládát, a kezébe kellene venni ezt a kulcsot. De nem tudja, mert foglalt a keze, mert szorongva tartja ezt a 4 érmét. Ahhoz, hogy legyen valami, el kellene ezt engednie. És pontosan ez most a kihívás, vagy ez most a feladatod, hogy zárd le a múltat, vagy engedj valamit el. Vedd a kezedbe ezt a kulcsot. Légy magabiztos. És tudd azt, hogy megvan arra a lehetőséged, hogy kinyisd ezt a kincses ládát, ahol a valódi értékek vannak. A te saját értékeid. Vagy ez a szerelem. Vagy az, ami megvalósítható. És gondolj arra, hogy itt van egy új kezdet, mert ő ezt tervezi. A 10-es szám
is erre utal. Én ennél a kártyánál rólad beszéltem. De a kártyáknak van szimbolikus jelentése is. Az is lehet, hogy ő tervez egy új kezdetet veled. Ő szeret téged, hiszen a másik kártyák erre utalnak, de ő tart még valamit fogva a múltból. És nem tud lépéseket tenni, mert ez akadályozza abban, hogy ő kinyissa ezt a kincses ládát. Az is lehet, hogy mindkettőtöket érint ez a téma, mindketten fogva tartatok még valamit a múltból. El kellene engedni. És mit tanácsol a középső kártya? Ezt most megtekintjük. Ezen a képen látható egy park. Az utal a természetre. Egy kiruccanásra, egy kirándulásra. Ez a park szimbolizálja a nyilvánosságot is, egy találkozást valahol a nyilvánosságon, ezt mutatni kifele. És amit ez a kártya még közöl veled, hogy ne tervezd most a jövőt, hanem élvezd ezeket a pillanatokat, ezeket a találkozásokat. Hagyd, hogy ő gondolkodjon el azon, hogyan tovább, és ezt fogja veled közölni. És én is közlök valamit, kívánok neked egy szép napot, egy szép kiruccanást, nagyon sok szeretettel, Dendera.